Sziasztok, kedves nézőim! A hatodik kontinens a sci-fi irodalomban és a populáris kultúrában egyfajta idegenföldként jelenik meg. Természeti és éghajlati viszonyai olyan élesen különböznek a többi régiótól, hogy egy tőlünk teljesen idegen világképét keltik. Gyanítható, hogy nem véletlen, az Antarktisz nagyszabású feltárása az űrkutatás áttörésével egy időben, az 1950-es évek végén kezdődött. A Föld leghidegebb kontinense számos titkot és rejtélyt rejt. Üdvözöllek a csatornánkon! Ma a Föld egyik legtitokzatosabb helyének néhány rejtélyéről és felfedezéséről mesélek. Az Antarktiszon nincsenek piramisok, de vannak hegyek, amelyek némileg hasonlítanak a piramisokra. Ez izgatja az összeesküvés elmélet híveinek fantáziáját, aminek aztán az lett az eredménye, hogy olyan elméleteket találtak ki, melyek szerint az Antarktisz domborzatának geometriai szempontból kiemelkedő foltjai idegenek beavatkozásáról adnak tanúbizonyságot. Mások ősi civilizáció nyomairól beszélnek. Az összeesküvés hívők mostanra kiélhették magukat, és itt az ideje, hogy a geológusokat is meghallgassuk. A piramisforma nem valami misztikus dolog. Sok csúcs piramisnak látszik, azonban általában csak egy vagy két piramisszerű oldaluk van, ritkán négy. Ezek a meredek lejtők a több százmillió éves erózió munkájának eredményei. Az Antarktiszon az ókorban meleg éghajlat uralkodott. A mai időjárási viszonyok csak 30 millió évvel ezelőtt kezdtek kialakulni, miután az Antarktisz végleg elvált Indiától, Ausztráliától, Dél-Amerikától és Afrikától, és teljesen körülvette a Déli-óceán. Biztos, hogy nem volt lakott a meleg időszakban, mivel a modern ember ősei körülbelül 2,5 millió évvel ezelőtt jelentek meg a Földön. Az első igazolt emberi partraszállásra az Antarktiszon az időszámításunk előtti 19. században került sor. Az Antarktisz őskori benépesítésére utaló bizonyítékokat a mai napig nem találtak. A globális felmelegedés, amely az Antarktisz hőmérsékletének emelkedését is okozza, új titkokat tár fel a tudósok előtt. Az USA-beli Észak-Karolinai Egyetem kutatói az Irizár-foknál egy több ezer éves ősi Adélie-pingvin kolónia maradványaira bukkantak. A területet, ahol a maradványokat most megtalálták, korábban gleccser borította. A lelet feltűnően frissnek tűnt, és a tetemek jó állapotban voltak. Kiderült, hogy a még frissnek tűnő tetemek is több száz vagy ezer éve permafrostban voltak. A megtalált pingvin múmiák olyan madarakhoz tartoztak, amelyek időszámításunk előtt 5000 és időszámításunk szerint 800 között éltek ott. A tetemek a korábban állandóan alacsony hőmérséklet miatt eddig megmaradtak, de most a felmelegedés miatt az állapotuk rohamosan romlani kezdett. Tudjuk, hogy az Irizár-fok 1901-es felfedezése óta egészen napjainkig Adélie pingvinek nem éltek a területen. A kutatók műholdfelvételeket is tanulmányoztak. Kiderült, hogy 2013-ig a fokot állandó hó és jégréteg borította. Ezután a hőmérséklet miatt a takaró olvadni kezdett, és feltárult a talaj. A megtalált maradványok szénizotópos kor meghatározása kimutatta, hogy a legkorábbi Adélie pingvin kolónia több mint 5000 évvel ezelőtt élt az Irizár-fokon. Mivel a felmelegedés folytatódik, így feltételezhetjük, hogy kerülnek majd még elő érdekes leletek. 1999-ben jelentős esemény történt, amelyre azonban a szakértőkön kívül senki sem fordított különösebb figyelmet. Egy kutatóexpedíció olyan vírust fedezett fel az Antarktiszon, amelyre sem az emberek, sem az állatok nem immúnisak. Tekintettel arra, hogy a bolygót a globális felmelegedés veszélyezteti, az ismeretlen vírus akár súlyos járvánnyal is fenyegetheti az emberiséget. De honnan származik az Antarktiszon megtalált vírus? Több elmélet is létezik. Az egyik szerint a harmadik birodalom vezetői állítólag parancsba adták, hogy az Antarktiszon titokban kifejlesztett biológiai fegyvereket helyezzenek el. Különösen elvetemült összeesküvés hívők hiszik, hogy az Antarktiszon van egy titkos német katonai bázis, ahol a háború után megalapították a negyedik birodalmat. Ennek az elképzelésnek annyi valóság alapja van, hogy a 20. század elején a németek három tudományos expedíciót valóban indítottak az Antarktiszra. Az utolsót a háború előtt 1938 és 39 között. A Schwabenland nevű jégtörőhajó két repülőgépet is magával vitt. Az expedíció a repülős felderítések során hatalmas területet fedezett fel, és sok fényképet készített. Felfedezett egy nagy jégmentes területet.
Nyilvánvaló, hogy a repülőkkel felszerelt hajó nem volt képes biztosítani egy bázis építéséhez szükséges anyagokat. Még a teljes terület felmérését sem tudta megoldani. A tengeralattjárók, amelyek a II. Világháború alatt azokon a területeken tevékenykedtek, csupán embereket és értéktárgyakat szállítottak Argentínába, ahová a sok náci aktivista menekült a háború után. A tengeralattjárókon a bázis építéséhez szükséges építési és egyéb kellékeket nem lehetett szállítani. Az anyagi források sem engedték meg, hogy ilyen zord természeti körülmények között építkezni kezdjenek. Voltak olyan beszámolók, amelyek meleg tavakkal teli, ősi városok romjait rejtő oázisokról szóltak, valamint egymáshoz kapcsolódó és valószínűleg lakható barlangrendszerekről. Nyilván a zord időjárás ment a hómezőkön oázist látogatók agyára. A mítoszokat elősegítették olyan események, mint hogy a Németország veresége után tengeralattjárók tucatjai tűntek el nyomtalanul, akár csak tudósok és a harmadik birodalom számos magasrangú katonai és náci tisztviselője. Németország aranytartalékának és a maga korában modern katonai fejlesztésnek is nyoma veszett. Ezek azonban a németek világháborús tetteit ismérve talán már nem is annyira titokzatos történések. Kutatók új baktériumfajt találtak az antarktiszi Vosztoktóban, amely több millió évet töltött elszigetelten a jég alatt. A baktériumokat a tó antarktiszi jégpáncéltól számított 3720 méter mélyen lévő vizében találták. Ez a negyedik baktériumfaj, amelyet ebben a tóban találtak. A Vosztoktó a Föld legnagyobb szubglaciális tava. A tóban teljes sötétség uralkodik, 3700 és 4100 méter közötti vastagságú jégpáncél fedi. Ilyen szélsőséges körülmények között csak baktériumok képesek élni. A tó az egész világ tudósainak és kutatóinak figyelmét felkeltette, mivel lakói a világ többi részétől elszigetelten élnek és fejlődnek. Az élő szervezetek evolúciója az Antarktisz elszigetelt tavában teljesen más utat járt be, mint a bolygó más részein. A talált baktérium nem sorolható egyetlen ismert fajhoz sem. Genetikailag egy új és egyedi fajról van szó, vagyis egy olyan új földi életformáról, amely sehol máshol nem létezik az adatbázisokban. Legutóbb 2016-ban találtak egy addig ismeretlen baktériumfajta Vosztoktóban. Az Antarktiszon példátlan mértékű gleccserolvadás észlelhető. A gleccserek jelenlegi visszahúzódási üteme mellett a globális felmelegedés hatására néhány évszázadon belül 3,4 méterrel emelkedhet a globális tengerszint. Erre a következtetésre jutottak a Maine Egyetem British Antarctic Survey részlegének tudósai. A szakértők megállapították, hogy a gleccserek az elmúlt években nem látott ütemben kezdtek el visszahúzódni. Ha a Thwaites és a Pine Island gleccserek elolvadnak, az jelentős tengerszint emelkedést okozhat pár év múlva. Az olvadás lehetséges okai között szerepelnek az óceáni áramlatváltozások, az átlaghőmérséklet emelkedése, az Antarktisz feletti ózonlyuk jelenléte, ami azt befolyásolhatja, hogy mennyi napfény éri el a felszínt. Az olvadó szárazföldi ég hozzájárul a tengerszint emelkedéséhez, mivel csökkenti az antarktiszi jégtáblák alatti sósvíz mennyiségét és gyorsabb olvadást okoz. Az Antarktisz egy ősi földterület, amely az évmilliók során hihetetlen átalakuláson ment keresztül. Mielőtt az Antarktisz a jégkorszak után fagyott sivataggá változott volna, meleg terület volt, trópusi erdőkkel és talán változatos flórával. Az elmélet a megkövesedett faanyagok, trópusi fák nyomainak és levéllenyomatoknak a felfedezéséből származik, amelyek trópusi erdők létezését mutatják az Antarktiszon. A tudósok emellett rengeteg tengeri állat, madár és dinoszaurusz fosszíliáját fedezték fel a kréta időszakból. A kisebb fajok közül megtaláltak egy olyan bogárfaj megkövesedett elülső szárnyait, amely 14 és 20 millió évvel ezelőtt élt melegebb éghajlaton, valamint egysejtűek nyomait, ami nagy vitákat váltott ki a tudósok között. 50 millió éves permiumokat is találtak egy régi kihalt féregfaj petéin, ami rendkívüli felfedezésnek számít, és a tudósok reményei szerint új evolúciós információkhoz vezet. Az Antarktisz egész területén számos mikroorganizmust és extremofil élőlényt találtak, köztük egy endemikus gombafajt. Bár a gombák általában meleg fás területeken élnek, ez az antarktiszi gomba az első felfedezők által elhagyott faházakból táplálkozva éli túl a fagyos körülményeket. Egy másik gombafajt is felfedeztek, amely a felfedezők által hátrahagyott üzemanyagtartályokból szivárgó olajjal táplálkozik.
A tudósok tanulmányozzák ezeket a csodálatos élőlényeket, hogy kiderítsék, vajon a gombát fel lehet-e használni a világ nagy olajfoltjainak megtisztítására. Mára ennyi, kedves nézőim. Ha tetszett a videó, lájkoljátok, és mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára. Hamarosan ismét találkozunk. Sziasztok!